Az egyik alapelv, ez nem csupán, az az igazság, hogy a lét alapelve eredetileg az emberi erényre épülnek. Amilyen az ember Istennek tetszően létrejött vagy megteremtődött. Tehát van az emberi erényesség, azt jelenti, hogy munkaszeretet, tisztelet, méltóság, szorgalom, tisztaság. Ez nem vallásos. Ez az ember alaperénye. Erre épül az igazságosság rendszere, hogy add meg a másiknak, ami az övé, és ő is megadja, ami a tiéd. Tehát ember-ember viszony, közösség-ember viszony, állam-ember viszony. Tehát az igazságosság egy mérce, ami ha az emberi erények uralják a közösség viszonyok, akkor ez működik. Na de ennek van egy mélyebb rendszere, ami a kereszténységé, illetve a Szent koronája is, ugye a Szűzanya koronájaként, hogy nem csupán a legnagyobb erényre is le lehet építeni ezt az egész közösségszervezést. És mi a legnagyobb erény, emberi erény? A szeretetre való képesség. A szeretet az, amikor adunk, de nem várunk. Visszakapjuk, de nem egy igazságossági viszony. Tehát nem azért adok valakinek, hogy szeretek, hogy akkor holnapra már vagy mindjárt számlázza is le, legalább annyit. Tehát az egy igazságossági viszony, ha az én kiviszem az ő szemetét, ő meg az enyémet. Az egy ide, ha ezen túllépünk, hogy előtte is összeszedem a szemetet, ha oda dobálnak, nem várom, hogy ez. Az már egy plusz. No, ez egy sarkított, de nem, rossz, nem túl jó, meg nem is rossz példa. De a szeretetnek a görögben négy fogalma van. Erről nem tudom, itt tartottam előadást. Ennek a forrás egyrészt több forrása van. Van Vas Csabának, van Benedek pápának, tehát sokan sokféleképpen írják meg. De a lényeg ugyanaz. A négy szeretet elv van görögbe, és ezt akarom röviden elmondani, mert ugye pont ennek az ellenkezője az a struktúra, amit a hatalompénz kialakít. Mert a hatalompénz olyan struktúrát akar, ami feltétlen aláfölé rendeltséget tud elismerni. Tehát egyoldalú viszont. Na most ebben az egyoldalú viszonyban, az egyoldalú viszony, ahol én mindig elveszek, és legfeljebb valamit visszaadok, de nem szeretetből, hanem öncélból, de addig adok vissza, amíg profit érdekem, hatalmi érdekem diktálja. Na most az első fogalma, ez az érosz. Az érosz. Az érosz azt jelenti, hogy az emberek biológiai visszkapcsolata nem csupán állati, az ösztönvilág, a psziché, hanem szakralizált, emeltebb, Istennek tetsző. Tehát ha a biológiai kapcsolat nem csupán biológiai, hanem Istennek tetsző, megszentelt kapcsolat, akkor ennek az intézménye micsoda? A házasság. A házasságból ugye gyerekek vannak, tehát család. A családokból, ha sok család van, pedig nemzetség van. A nemzetségből pedig nemzet származás. Ez még a genetikai, vér szerinti kapcsolódás. Na most, ha nem, az érosz lerontása, de ez egy család, egy szeretet kapcsolat, ahol az önzetlenség, a szeretet a meghatározó, nem a haszonelv. Mert ha a haszonelv és az ösztön a meghatározó, az éroszból szex lesz. A családból kupleráj helyett. Onnan már nincsenek gyerekek, nincs család, nincs megszenteltség, nincsenek gyerekek, nincs nemzetség, nincs nemzet, kész.
De ez az egyik. Tehát a másik következő szeretetelv a filié. Ez, amikor a vérségi kapcsolatot még magasabb szintre emeli. Átlép a vérségi kapcsolaton. Ugye a vérségi kapcsolatot, hogyha szakralizáljuk, abból lesz a család, házasság, gyerekek. De a közösség nem csak vérségi alapon szerveződik. Mert különben nincs átlépés az egyik nemzetségből a másikba. Nincs kapcsolat. Csak kihívás. Na most ez azt jelenti, hogy a vérségi kapcsolatokon túl az emberek közti biológiai itt nem számít már, hogy egynemű vagy nem egynemű, vagy különböző nemű. Ha a konkrét példát akarok mondani, minden szakrális rendszerben a vérségi születésen túl van egy szakrális születés is. És innen indítja azt a rendszert, ami túllép a vérségi kapcsolatokon. A szakrális születés a keresztény világban a keresztség. A keresztségből keresztszülők vannak. A bérnálásból konfirmálásból bérmaszülők, konfirmáló szülők. Onnantól kezdődik a komaság, és íme egy falu, rengeteg bérmaszülő lehet, rengeteg koma, egy falu összeköt a különböző genszeket, a családokat, összeköti egy szakrális kapcsolatrendszer. És ezen túl ugye vannak más ilyen rendszerek is, például a lelki testvériség. A magyar katonaság mindig azért volt erős és megbízható a II. Világháborúban is, mert a kenyeres pajtásokat vitték be egy egységbe. Tehát lehetőleg egy faluból vittek embereket. Miért? Mert ott volnak lelki testvériség. A lelki testvériség azt jelenti, hogyha egymással háttal harcolunk, tudom, hogy inkább meghalok, mint hogy a lelki testvérem hátát szabadul hagyjam. Tehát gyakorlatilag több ilyen kapcsolatrendszer van, amikor a vérségi kapcsolatrendszer ki lehet tágítani a genszeken túl. És Magyarországon ezt nevezik nációelvnek, ez tette lehetővé, hogy a különböző etnikumok között egy kiegyensúlyozott viszonyrendszer alakulhatott ki. Tehát a más nemzetiségek nyugodtan élhették a saját körükbe a tradíciójukat. De volt egy közös, ami megszentelte a kapcsolatot, és ez az egész közösség, az autonómia rendszer, illetve a jogok és kötelezettségek aránya úgy lehetett meg egy állammá szervezni, ha külön a genszeket is összekötötte egyfajta szakrális viszonyrendszer. Ez megtörténhetett a falvak között, de leginkább a végülség soron a Szent Korona lesz az a közös elv, amely különböző nemzeteket, anélkül, hogy etnikumukat megtagadnák el, egyenrangúként kezelte. Már ugye szokták mondani, hogy István is mondta, hogy a vendégeket meg hifogadjátok be, ezt ismerjük. De azt is szokta, ott van a mondat végén, hogy az arrogánsokat megvest ki. És ki az arrogáns? Az, aki csak jogot akar, kötelezettséget nem. Mert akkor bomlik az egész rendszer, mert akkor a többieknek lesz több kötelezettsége. Így áll helyre az egyensúly. Tehát ez a filié elv teszi lehetővé, hogy az etnikai elvet túllépjük, anélkül, hogy az etnikumot megtagadnánk. Tehát nem kell a dédpapát meg hetediziglen megtagadni. Ugye ez nem multikulturalizmus, hogy nincs identitásod. Hanem a vérségi gensz identitása ráépül egy másik, ami összeköti a különböző népeket. És hogy ez tovább működjön, ez volt az areté szeretet. Az areté szeretet, már ugye rá csak kettő van, és be is fejezünk, ez azt jelenti, hogy nem csak a biológiai kapcsolatot emeljük szakrális szintre. Nem csak az, hogy túllépünk a szakralizált biológiai kapcsolatokat, összekötjük a különböző nemzetségeket, etnikumokat, hanem az egész teremtett világgal szeretett viszonyban vagyunk. Most ez a szeretett viszont azt jelenti, hogy
A latin meg a magyar nyelv is mondja, hogy ugye a világ, ami körülöttünk van, erre majd még le fogunk szólni, mert a globalizáció egyik nagyon fontos eszköze, lehet, hogy nem fogunk másolra kerülni, annyi minden lehet, az a, lehetne beszélni. Ugye az anyagot maternek hívják, materializmus, vagy anyaföld. Benne van mind a kettőben az anya. Tehát a mi biológiai anyánk, a teremtett világ, ahol a kereszténységben mi társteremtőnk vagyunk, ami felelős, ránk van bízva a környezeti világ. De más, hogyha anyaként nézek a környezeti világra, és más, mintha prédaként. Na most, hogyha a szakrális rendszerben lehetséges úgy kezelni, hogy a biológiai világ is szeretetben, felelősséggel tekintsünk rá, mert ugye az areté azt mondja, hogyha lehetséges a családokon belül a szeretet, mert a különböző nemzetségek és genszek közti kapcsolat, akkor ez úgy lehet fenntartani, hogyha a gazdálkodás egymást kiegészíti. Tehát amit meg lehet kicsibe csinálni a faluba, a kalákába, meg a közösen művelt föld, azt egy közös gazdasági rendszerbe a jogok és igazság és az egyenlős, a méltányosság mellett, amelyben nem a profitra termelünk, mert ott nem, ez nem engedi meg. Tehát a profit gazdálkodás nem engedi meg, hogy a másikkal méltányos legyek. Még magammal se lehetek méltányos, nem hogy a másikkal. Ugye erről beszéltünk. Na most, hogyha, és ennek a Szent Koronás intézményrendszerét majd mindjárt el is mondom, tehát erre ráépül egy olyan gazdálkodási rend, ahol a haszon nem egyenlő a profittal, és ahol a kölcsönösség és a szolidaritás fontos. Tehát akár egy hangya szövetkezett a modern korba, akár korábban az a földbirtokrendszer, amely egymást kiegészíti. De ez is egy külön történet. Most itt ez viszont, ha ezt tud ez a gazdálkodási rend működni, erre lehet autonómiát szervezni. Mert ha van olyan vagyonom, amelyet tőlem nem vehet el senki a hatalompénzen keresztül, akár úgy, hogy engem elcsapdába, akár úgy, hogy az államot és az állam belőlem kipréseli, akkor tudok autonómiát építeni, mert, van, mert a forgalomképtelen törzsvagyon az nem csak butorokból áll, hanem termelő vagyon is, amely viszont védett, és hogy hogyan vagy védve, ezt ugye el fogom mondani. Tehát egyszerűen az areté a külvilágnak a való szeretet egyensúlyból következik, hogy a gazdálkodásban is lehet kölcsönösen kiegyensúlyozva működtetni a rendszert, akkor, ha megkötjük a hatalompénz dinamikáját. Tehát kizárjuk egy körből, vagy teljesen. És erre lehet autonómiákat rendszert, tehát egy etnikai autonómia, mint ugye Európában először a szászok kapnak etnikai területi autonómiát, ugye Erdélyben 1224-ben. De ez már egy előrehozott, már újabb állapot, mert a horvátok, a székelyek, meg a többiek, aztán jönnek a kunok, aztán mindenki. Tehát gyakorlatilag ez úgy tud működni, hogy van egyfajta közös elv, amely a másikat partnert tekint, és van egy olyan gazdálkodási rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a területi autonómiák, a vármegyék, a céhek, és a szabadkirályvások, és a falvak, meg a földbirtok együtt, meg az etnikai autonómiák, meg a vallási autonómiák tudjanak egy olyan gazdálkodási rendszert működtetni, ahol nincsenek rászorítva a kamatgazdálkodásra. Tehát tudják maguk tervezni a rendszereiket, nem pedig egy fogaskerékként beépülnek egy piramis játékba. Most ennek a teljes egysége, tehát a filié, a érosz és az areté után a legnagyobb szeretet, ugye agapé, ez Isten és ember közti kölcsönös szeretet és megszentelt kapcsolat, mert a szeretet igazán itt jön a végső lényege, hogy ugye a szakrális rendeknek az a lényege, hogy a földi élet csak egy
korlátolt lét, élet. Csak úgy lehet helyesen értelmezni, hogyha az üctörténeti keretbe helyezzük. Tehát minden szakrális rendszernek az a lényege, hogy van egy teremtő, meg egy teremtett világ. A teremtett világ az korlátozottabb, mint a teremtő, mert a teremtő végtelen, időtlen, térhez és időhöz nem kötött. A teremtett világ meg térhez és időhöz, elmúláshoz kötött. Most, hogy ebből az elmúló rendszerből optimálisat hozzuk ki itt a Földön, és meg utána, hogy visszaléphessünk ugye az üttörténeti örökké valóságba, be kell tartani a természetjogi isteni a léttörvényeit. A léttörvényei pedig az Isten szeret, annak elismerése, hogy van Isten, ami minket szeret, aki társteremtőként ránk bízza a Földet, és ugye a saját életével bizonyítja, hogy ez a töretékes lét a maga összes szenvedésével, ha szeretettel van, megkeresztelve, értelmes. Hiszen ugye a Jézusi feltámadás mutatja, hogy ugye az áldozatnak értelme van. Tehát a szenvedésnek, hogyha a szent célért tesszük, az igazságért, akár vállaljuk, akár hogyha nem vállaljuk, de mégis jön, és felajánljuk ezt a fogfájást valami jóért, akkor mi már a szeretetből járunk el, és ugye a krisztusi tanítás az, hogy ugye ő többször is ugye az a keresztény lényege, hogy megalázza magát, földre születik, feláldozza magát, tehát, és ennek az feltámadás és az örök élet a titka, és így a következménye is, és azt mondja, hogy a küzdés és az áldozat és a szenvedés, ami kódolva van az emberi létbe, mert töredékes és elmúlik, ennek az az értelme, hogy szeretettel fel lehet jóra használni. Akár vállaljuk a küzdelmet, akár pedig, hogyha elszenvedjük, a rosszt felajánljuk valamire. Tehát így értelme van minden áldozatnak. Amit az éroszba hozunk, amit a aretébe, amit a filéhez, és ugye ez mind az agapéből következik. És ugye az agapé rendszer maga az egyház. De, és ugye a kapcsolatok azok meg a szentségek. Tehát lényeg az, hogy ennek a legteljesebb, egyik a szakrális rendszerben és Európában épp a Szent Korona rendszere hozza létre, mert az ősi elvek, ugye, az önkormányzatiság, mellérendeltség, ami már ugye a vérszövetségben, a hunoknál és a törzsszövetségekben megvan, ez egy eredet. A Szent Korona pedig ugye maga az élő kapcsolat a fent és lent között, és van egy, most ezt még fogok beszélni, de most a harmadik eredetéről akarok beszélni, ennek a Szent Koronát, annak az ősi elvű Szent Korona túl a hatalom pénz elleni védekezés, ami mind összefügg az előző kettővel.